utóbbi témáink nemzetközi kapcsolatokról szóltak nemzetközi szinten. Maradjunk is ezen a nemzetközi szinten, hiszen van egy főiskolai hallgatónk, aki legszebb álmaiba már az olimpiára készül. Köszöntöm stúdiónkban Somogyi Noémit, sportszervező szakos elsőéves hallgatónk, aki vízilabda játékos, vízipóló meccsekről ismerhetik, akik ismerik. És hát igen nagy tervek előtt áll, de erre még várjunk egy picit, mert hiszen először el kellett indulni ezen a pályán. Hogyan került pont a vízipólóra, az úszás, vagy a játék volt az erősebb? Melyiket szerette jobban? Hát én úgy indultam, hogy úszó voltam. És igazából 5 évig voltam versenyszerű úszó, jövő SC-be, a Komjádiba, de meguntam igazából ezt a faltól falig úszást, és amúgy is egy játékos ember vagyok, és mindenképpen a víznél akartam maradni, és akkor így találtam meg a vízilabdát. Ez egyéni döntés volt, vagy volt edző, aki meglátott valamit benne, és azt mondta, hogy próbált kiányom? Nem volt, ez teljesen egyéni döntés volt, igazából a szüleimmel beszéltem meg, és akkor így anyukámnak volt egy ismerőse, aki a Újpestben volt edző, és akkor úgy kerültem oda, mert amikor én elkezdtem vízilabdázni, akkor az Újpestben volt a legjobb utánpótlás kinevelés, és ott én végül is újpesti nevelés vagyok, ott voltam 5 évig. Aztán még más csapatoknál is játszott. Melyikkel mire vitte, melyikkelhöz kötődnek eredmények? Hát az első, ami szerintem nekem nagyon szívem van, az Újpesten volt. Most kicsit meg vagyok fázva. Az Újpesten volt, mert ott indultunk először női bajnokságba, a Serdülőbe, és ott harmadikok lettünk, és az nagyon nagy eredmény volt. Játszottam a BVSC-ben 4 évet, ott végül is a Magyar Kupa második hely volt a legjobb, és akkor most vagyok az Egerbe, ahol tavaly voltunk harmadikok a Magyar Bajnokságban, és most meg harmadikok a Magyar Kupában. Azon kívül természetesen nemzetközi sikerek is párosulnak a pályafutásához. Hát én legelőször 2006-ban voltam válogatott, junior válogatott, az a 87-es korosztályon volt, és ott ki is vittek az EB-re, ahol harmadikok lettünk, akkor voltam 15 éves, és utána minden évben volt folyamatosan ifi EB, junior EB, ilyenek. És aztán az eddigi csúcs? Az eddigi csúcs az most volt az U20-as VB-n, Trieste-ben, ott voltunk másodikok. Spanyoloktól kaptunk ki a döntőbe 1 góllal. Egy góllal. Az a legborzasztóbb egy góllal kikapni. Center nem tudott róla tenni, hogy itt ne ez legyen az eredmény? Hát igazából ez a döntő, ez arról szólt, hogy kibírja jobban fizikálisan. Annyira el voltunk mi a fáradva, hát az volt a harmadik meccsünk, amit hosszabbításba csináltunk. És hát olyan volt, hogy végül is, ugye volt a 7 kezdő, és talán még 1-2 csere, tehát volt olyan, aki végigjátszotta az egész meccset. Elejétől a végig. Az egy borzasztó fárasztó lehet, különösen a centernek, hiszen nem egy ilyen balett kislányos szerepkör ez a center játék. Hogy szerette ezt meg? Mi vonzott ehhez a... Hát én nem vagyok egy olyan hú de nagy játékos, mármint méretileg, és amúgy én kapáson játszottam először, tehát én átlövő voltam. Aztán úgy indult, hogy az egyik centerünk beteg lett, aki ilyen hú, iszonyat nagy darab saj volt, és akkor mondták, hogy hát Noémi, akkor menj be te, jó lesz, és ott csavartam 3 gólt, és azóta vagyok bent centerbe. Csavarral? Igen. Ez egy nagyon trükkös jó megoldás, meg lehet lepni a kapusokat vele. Ha center vagyok általában, én nem tudok ilyen aláfordulok, és akkor ellövöm, én mindig csavarok. És nagyon jó helyeket csavarok, mert mindig laposan, és akkor mindig bemegy általában. Csak ezt halkan mondjuk, hogy a kapusok ne jegyezzék meg, és maradjon a meglepetés. Mire készül most Noémi? Mi van előtte? Jövő héttől kezdődik a felkészülés a Eindhoven EB-re. Megyünk Szentesre 1 hétre, mert felkészítjük. De igen, bocsáss, meg el ne felejtsed, de ezt tegyük hozzá, hogy ez a magyar válogatott. Igen, a felnőtt magyar válogatott. És jövő héten megyünk Szentesre, mert felkészítjük a szentesieket a LEN kupára. Utána 1 héttel megyünk Montrealbe egy ilyen 5-ös tornára, ahol erős csapatok lesznek, Amerika, Spanyol, Kanada, oroszok, meg mi. Hazajövünk, akkor lesz egy kis szünetünk, karácsony, kicsit a családdal, de utána rögtön 27-én Hollandiába megyünk, oda az EB uszodába. Az jó, mert legalább meg lehet szokni, ugye meglátjuk, hogy milyen az uszoda, játszunk kicsit a hollandokkal.
Utána megint van egy hét budapesti, és utána megyünk az EB-re, ahol hát csoportelsőnek kéne lenni, mert úgy mehetünk tovább az olimpiai kvalifikációs tornára, ami márciusban lesz, és ott az első háromba benne kell lenni, hogy kijussunk az olimpiára. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Mit tud az ellenfelekről? Milyenek? Hát, kik a verhetők? Hát itt már bármi mindenki, lehet. Itt már bármi lehet, mert itt már nagyon erős csapatok vannak. Tehát nem mondhatom azt, hogy gyengik egy görög, mindenki már nagyon erős. És itt azért benne van az is, hogy van két bíró, aki igazán el tudja dönteni a meccset, egy góllal is. És lesz ilyen, sajnos, mert benne van ebben a sportágban. Ez lesz az első felnőtt válogatott sorozata, ugye? Ami nem, én már voltam 2010-ben is, 2011-ben is, hát utolsónak estem ki, 14. voltam a Shanghai VB keretből, és ez most az a harmadik végül is. Ennek most már be kell jönni. Remélem. Eltökélt abban, hogy Londonig nem áll meg. Így van. Hát úgy legyen akkor, képviselje a főiskolánkat Londonba is, és igen, nagyon sok sikert az EB-re előtte, és hát az addigi meccsekre. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és akkor most egy kicsit váltsunk hangulatot, nézzük meg, hogy a hallgatóink milyen programokat kínáltak, programajánlón következik.